Sziasztok! A mai videóban megmutatom nektek, hogy hogyan készítünk el egy orchideát. Az alkatrészeit fogjuk az első videóban elkészíteni, majd következik egy második videó, amiben pedig az összeállítás lesz. Hogyha úgy gondolod, hogy tetszik, és szeretnéd elkészíteni, gyere és tarts velem! Felhasznált anyagok, egységes vastagságú horgolófonál, ennek egy másfeles a vastag megengedése, és a tű hozzá, amit használok, az egy másfeles horgolótű, egy olló, egy szártakaró fonál, vagyis hát ilyen szalag, amit ugye húzással történik, és úgy lesz ragacsos, és háromféle különböző drót, jelenleg most csak, itt a harmadik is, háromféle különböző drót, az egyik az egy ilyen kicsit vastagabb, merevebb drót, ez lesz majd a szárának a drótja. A második egy vékonyabb cérnadrót, amiből fogjuk a bibét tudni kialakítani, amitől puha lesz és könnyen hajlítható. És a harmadik drót az pedig egy kicsit vastagabb, de mégis merevebb drót, amivel könnyen lehet majd a szirmok formáját kialakítani. Akkor először kezdjünk is hozzá a levélhez. Hurkot teszek a tűre. Én most ennél a fonálnál, mivel nekem ez iszonyatosan vékony, ezért én dupla szállal fogom csinálni, amivel kezdünk, és 1,25-ös tűvel, de majd megnézem, mert lehet menet közben ez túl vékony lesz hozzá, szerintem lehet, hogy inkább másfeles tűvel fogok dolgozni, igen. Áttérek egy másfeles tűre, de természetesen ti a fonalatokhoz illő horgolótűt használjátok, mert akkor biztosan tökéletes lesz a méretezés. Szóval 40 darab láncemet fogok készíteni. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Elkészültem a 40 darab láncemmel, és most pedig készítek felfelé egy darab emelést. És az első láncem nem az emelésnél, hanem már mellette lévő első láncembe teszek egy darab rövid pálcát. Majd a következőbe úgy szintén egy darab rövid pálcát, és jön kettő darab fél pálca, a következő két láncszembe, egy, kettő, majd jön kettő darab, itt ráközelítek, kettő darab egyrehajtásos pálca, egy, kettő, és innentől kezdve egészen a sor végéig két ráhajtásos pálcát fogunk készíteni. Innentől végig az utolsó szemig sima két ráhajtásos pálcát készítünk minden egyes lukba. Ebből a levél típusból majd három darabot fogunk összesen készíteni, és lesz még egy különböző méret. Szóval mindegyik lukba két ráhajtásos pálcát készítünk egészen a sor végéig. Elérkeztünk a végéig, a végén pedig kihagyjuk az utolsó hat láncemet, és ide ugyanazt fogjuk elkészíteni, amit itt az elején csináltunk. Szóval készítünk kettő darab egyrehajtásos pálcát, egy, közben nekem lett egy csomóm a dupla fonal miatt, még egy darab egyrehajtásos, majd jön kettő darab félpálca, ami fél egyrehajtásost jelent, és a legvégén pedig kettő darab sima rövid pálca. Így. Amikor ide érek a végéhez, itt ugye készítettem egy darab rövid pálcát, ebbe a lukba készítek még kettő darab rövid pálcát, amivel átjutok a túloldalra, majd ugyanezt teljesen, amik itt ezen az oldalon végigmentek, ezt meg fogom ismételni ezen az oldalon is, ami azt jelenti, hogy ugye ez volt az első rövid pálcám, ez volt az első rövid pálcám, ezt a vonalat én ezt rögtön ide el is vezetem. Majd jön a második rövid pálca. Ez volt az első, ez a második rövid pálca.
Majd jön 2 darab félpálca a következőbe. 1, 2, és jön 2 darab egyrehajtásos pálca. 1, 2, és innentől kezdve minden egyes láncszembe egészen a sor végéig, ugye visszaszámolva 6 láncszemet, 2 ráhajtásos pálcát fogunk végigkészíteni. Arra figyeljetek, hogy ne a teljes, szóval ne a lukba rakjátok ide le, nehogy lecsúszson, ne oda le, hanem megfelezve. Ja igen, 2 ráhajtásos. 2 ráhajtásos. 1, 2, 3. Megint 2 ráhajtásos, ugye itt ez a fonatszerűség, és megint 1, 2, 3. És így haladok egészen a sor végéig, az utolsó 6 láncemet hagyom ki, az utolsó 6 láncembe pedig egy ráhajtásos 2 darab, fél pálca 2 darab, majd rövid pálca 2 darab, és itt még nem vágjuk el, mert ezután jön a drótozás, jövök vissza a végén. Na és most pedig, hogy beértünk erre a részre, összekapcsolom az elejét a hátuljával egy sima rövid pálcával, és ide helyezek egy drótot. A drótnak az egyik végét fogom ide helyezni. Úgy kell mindenképp vágnotok a drótot, hogy körbeérjen, és túlérjen rajta. A végén maradjon legalább egy jó, hát egy olyan jó 5-5 centi mindkét oldalon. Jó, a mostani folyamatnál a következő sorban behelyezem a drótot az egyik felét. Nem kell túl vastag drót, mert igazából hajlítani fogjuk a levelet, majd a szárnál, de azért nem árt, hogyha nem célra szál vékony, hogy legyen tartása is a levélnek. A drótot a szál a kettő közé fogom berakni, semmiképp sem mögé vagy elé, mert akkor nem fogjuk tudni ráhorgolni. És elkezdem ugyanúgy, ahogy az előbb, de most egyel többet fogok készíteni, az azt jelenti, hogy 3 darab rövid pálcával kezdünk, ugye egy volt az összekötés, a legeleje, ez a második, itt a harmadik, és jön 3 darab fél pálca a következő 3 láncszembe. A drótot folyamatosan viszem tovább magammal, a szál között fog elhelyezkedni. 2, 3, és 3 darab egyrehajtásos pálca. 1, 2, 3, majd ezután elkezdjük a 2 ráhajtásos pálcákat, és most itt a végén az utolsó 9 darab láncemet fogjuk kihagyni. Végig horgolom az egészet, és a másik oldal, ugyanezt fogjuk folytatni a másik oldalon is, 9 darabot hagyok itt, ugye az elején rögtön 3 darab rövid pálca, 3 darab fél pálca, 3 darab egy ráhajtásos pálca, és itt a sarokpontba inkább mutatom ezt. Szóval megcsinálom egészen eddig a végpontig, és jövök, hogy hogyan tovább. Mint mondtam, a végpontnál ugye itt eljutunk az utolsó részig, és most ide készítek 1 darab rövid pálcát, majd jöhet felfelé 2 darab láncem, és visszahúrkolok ide a tőbe, mintha egy pikót készítenék, de nem pikó lesz, hanem egy összekapcsolt rövid pálca. Ezzel lesz úgymond egy picike kis csúcsa ennek a levélnek. És utána innentől kezdve folytatódik minden ugyanúgy, ahogy az elején. 3 darab rövid pálca, 3 darab fél pálca, jó, 1-2, 3 darab egyrehajtásos pálca, és így tovább egészen a sor végéig, és ugye itt pedig megint az utolsó 9-be 3 darab egyrehajtásos, 3 darab félpálca és 3 darab rövid pálcával zárjuk majd a sort, és utána mutatom a következő levelet. Akkor most készítsünk el egy levelet, amit már is mutatok. Ezeket külön fogjuk elkészíteni, ez lesz majd az oldal része.
Ebből a fajta levélből, hogyha ugyanazt a virágot szeretnétek elkészíteni teljesen, amit én csinálok, akkor ebből a fehérből 10 darabot kell gyártani, és a rózsaszín részéből úgy szintén 10 darabot kell gyártani. És így jön össze összesen az 5 darab virág. Ehhez kelleni fog egy drót. Ezt a drótot igazából azért nem mondom meg, hogy mekkora, mert ahogy elkezditek csinálni, utána rá lehet méretezni. A lényeg az, hogy amikor egy darab drótot levágtok, utána az összes többi drótot, a 20 darab drótot teljesen egyformára kell vágni, és ez méghozzá azért lényeges, hogy egyforma szárakat tudjunk kialakítani majd a virágon, amikor elkezdjük feltekerni, amikor elkezdjük kialakítani a teljes virágot. És ezt a drótot mindig középen hajtjuk össze, hogy a két vége a legvégén összeérjen, és úgy fogjuk ide tenni majd a végéhez az elkezdést, hogy ne tudjon elcsúszni, így teljesen középen tudjon maradni, mutatom is, mint így. Hogy itt a vége teljesen középen tudjon maradni, és megmarad a szár teljes hossza. Jó, akkor kezdjünk is neki. Úgy fogunk kezdeni, hogy 15 darab láncszemmel indítunk. Sima, normál láncszemeket fogunk először is készíteni. 15 darabot. Ezeket félreteszem. Oké. 13, 14, 15. Miután ezzel megvagyunk, a 15 láncem, a legelső, az mondjuk rá, hogy ez egy emelés volt, a 14. láncembe készítünk egy darab rövid pálcát, kell a, igen, és 2 darab fél pálcát az utána lévő második és harmadik láncembe. 2 darab fél pálcát, majd jön 3 darab egyrehajtásos pálca. 1. Kettő. Picit ráközelítünk. És a harmadik. Ezután jön 5 darab két ráhajtásos pálca. 1. Kettő. Három. Négy. És végül 5. És az utolsó 3-ba pedig csak az utolsó 2-t fogjuk először felhasználni. Először teszünk egy darab egyrehajtásos pálcát, majd a következőbe egy fél pálcát, és a legutolsó láncembe pedig 3 darab rövid pálcát fogunk, hogy át tudjunk fordulni a másik oldalra. 1, 2, 3. És ugyanezt elkezdjük a túloldalra visszafelé csinálni. Ami azt jelenti, hogy az elsőbe teszek egy fél pálcát. Ugye itt nagyon fontos, hogy nem a teljes láncembe, hanem csak ebbe a felső részébe fogok dolgozni. Szóval az elsőbe teszek egy fél pálcát. Na. Így. Jól látható csak oda. A következőbe teszek egy darab egyrehajtásos pálcát. Megint csak oda. Egyrehajtásos pálca. És az utána lévő 5-be jön 5 darab két ráhajtásos pálca. 1.
Kettő. Közben vezetem a kezdő fonalamat, és ezután rögtön ugye el is fog tűnni. De kettő, jön a harmadik. Ja, két ráhajtásos, bocsánat. Három, és még kettő, négy, és az utolsó, öt. Majd ezután jön három darab egyrehajtásos pálca. Egy. Kettő. Három. Majd jön kettő darab félpálca. Egy. Kettő. Jön egy darab rövid pálca ide, jaj, ide az utolsó szemecskébe, így, és a legvégén úgy fogjuk összekötni, hogy látjátok, van itt ez a hurok. Ezt a hurkot így oldalról be lehet akasztani, így, és ezt így egy húzással összehúzom. Ezzel igazából készítettünk egy végpontot a teljes sornak a legvégénél, az elejénél és a legvégénél. Összehurkoltuk, de mégsem látványosan rövid pálcával, vagy olyan, amit kidudorodna. Most ide teszek egy darab láncszemet azért, hogy át tudjak fordulni megint a túloldalra, és hogy ne legyen benne húzás. Kezdésnek rögtön az első láncszembe rövid pálcát teszek. Az első három láncembe sima rövid pálca lesz. Egy, kettő, három rövid pálca. Az utána lévő háromba három darab fél pálca. Egy, kettő, három. A következő láncembe egy dupla egyrehajtásos pálca. Egy, és ugyanebben a láncemben még egy darab egyrehajtásos pálca. Majd a következőben jön egy szimpla egyrehajtásos pálca. És megint jön egy dupla egyrehajtásos pálca. Egy szimpla egyrehajtásos pálca. És megint egy dupla egyrehajtásos pálca. A végére jön kettő darab félpálca, egy, kettő, és a legutolsó szembe, ami itt a csúcsrésznél van, ezelőtt van még egy picike szemünk itt lent, hanem homályosodna be folyton. Jó, ott lent, oda pedig egy rövid pálca, ide. És most elérkeztünk a csúcsrészhez, ide középre. Ide kettő darab rövid pálcát készítek azért, hogy ugyanabban a lukba, dupla rövid pálca egy lukba, hogy ne legyen benne megint húzás. És most ugyanazt készítem visszafelé, ami itt volt, csak ugye fordítottan a túloldalra. Hogy kezdtem egy darab rövid pálca, majd jön kettő darab fél pálca, egy, kettő, aztán kezdem az egyrehajtásost egy duplával. Egy, még egy ugyanabba lukba. Egy szimplával folytatom a következő lukba. Megint egy dupla a következő lukba. Egy szimpla a következőbe. És megint egy dupla a következőbe. És a végén három darab félpálca. Egy. Kettő. Három. Három darab rövid pálca. Egy. Kettő.
Három. És felértem megint a csúcs részhez. Ide bejövök. Ugye itt kettőt raktunk egymás mellé, bele kapcsolódom egy rövid pálcával, és most rögtön jön a drót. A drótot érdemes úgy csinálni, hogy nem összehajtva kezdeni, mert folyton bele fogunk akadni, hanem szépen kiegyenesíteni hátrafelé, és rögtön ide rakni a tő részhez, és a nagy ujjunkkal odaszorítani egy picit, hogy ne tudjon elmozdulni. Átemelni rajta a horgoló tűt, hogy itt közte legyen, és innentől kezdve minden egyes láncszembe dupla rövid pálcát fogunk készíteni, úgy, hogy a drót közte legyen. Az nem lényeges, hogy az elején még nincs középen állva, mert úgyis, amikor körbehorgoltuk, még tudjuk benne csúsztatni addig, amíg össze nincs csavarva. Szóval egyszerűen megyek, és mindegyik szembe dupla rövid pálcát fogok készíteni. Minden láncszembe dupla. Jó, körbe megyek, és utána jövök vissza. Miután végére érek a sornak, elzárom, lekötöm, és utána ezt a kicsi fonalat, próbáljátok meg először is a drótot jó alaposan feltolni, és próbáljátok meg nagyjából egy vonalba húzni a kettőt egymással. Az egyik kicsit följebb van, akkor nyugodtan igazítsatok rajta. De annyira a végét úgyis le fogjuk vágni, nagyjából legyen egyforma, az a lényeges. És utána ezt a kicsi fonalat, ezt ilyen ide-oda mozdulatokkal el tudjátok vezetni, és utána, amikor ezt így beakasztottuk, úgymond, el lehet kezdeni rátekerni. Miközben tekered, próbáld meg középen tartani, akkor úgy jobban ott marad, nem fog akadályozni. És ezt egészen a végéig tekerni kell. Na és itt most nagyon fontos a forma kialakítás, mert ugye egy orchidea szirom nem pontosan így néz ki, hanem először is az egyik felét itt fönt a sarokba egy icipicit megnyomjuk, nem sokat, csak azért tartsa meg a formát. Egyik felét itt, majd ugyanezt a felét a túloldalon megismételjük. Így. Próbáljátok nem túl sokat nyomni, csak olyan finoman, hogy kialakuljon a levélnek úgymond egy ilyen kis csúcsosabb része itt fölül. És ezután pedig alul úgy szintén benyomjuk egy picit ezt is, és ezt is. És így fog olyan formára kialakulni, itt a széleit mindig szélesebbek, és majd amikor így behajlítjuk a kezünkön, akkor fog ez a levélforma inkább olyan orchideásra hasonlítani. Szóval fönt egy picit, lent egy picit, és majd amikor be lesz illesztve a helyére, akkor látszik majd igazán, hogy hogyan is kell kinéznie. És akkor most menjünk tovább a következőre, az pedig a pici virág lenne, ez a típus, amit elkészítünk, teljesen mindegy, melyik színből készíted, lehet úgy is csinálni majd a virágot, hogy vegyes legyen. A lényeg az, hogy most jelenleg ezt fogjuk elkészíteni, én ezt most fehér színből csinálom úgy szintén. Varázsgyűrűvel fogunk indítani. Nagyon-nagyon egyszerű, tényleg, és nagyon gyorsan elkészíthető ez a típusú virág. A varázsgyűrűben készítek 9 darab rövid pálcát. Ugye ez az első. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 és 9.
összehúzom, és nagyon fontos, hogy nagyon szorosan húzzátok össze, próbáljátok meg úgy, hogy ne legyen közte lyuk középen. Jó, összekapcsolom az elejét a hátuljával. Ha nem megy simán, akkor ugye lehet használni segédtűt. És itt rögtön elkezdek felfelé horgolni 6 darab láncszemet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Miután ezzel megvagyok, háromszor tekerek a tűre, három ráhajtásos pálcákat fogok készíteni. Ugye ez volt itt az összekapcsoló. Na, pixelj már el. Ez az. Szóval ez volt az összekapcsoló szem. Ide rögtön a tövébe tenni fogok még egy darab három ráhajtásos pálcát. De nem fejezem be. Első kettőn áthúzom, második kettőn áthúzom, harmadik kettőn áthúzom. Majd jön megint 1, 2, 3, és ugyanebbe a szembe készítek még egy három ráhajtásos pálcát. 1, 2, 3, de nem fejezem be. Marad a 3. Most megint háromszor ráhajtok, és átmegyek a mellette lévő szembe, és ide megint készítek 1, 2, 3 ráhajtásos pálcát, de nem fejezem be. Jön még egy. Ugyanide. 1, 2, 3. És ez az 5 darab 3 ráhajtásos láncem lesz a sziromnak az egyik fele. Most jön 6 darab láncem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. És ezt lehurkolom nem az első láncembe, hanem a mellette lévő láncembe, hogy kicsit úgymond így befelé húzza az egész láncemet. Ezt egy kúszószemmel fogom ide rakni. És ha megnézitek, nem teljesen egyenes lesz, hanem ez miatt a behúzás miatt egy picit be fog így nekünk hajolni. Jó, most megyek mellé még egy kúszószemet, a mellette lévő láncembe közvetlenül. Így, és még egyet. A következő láncembe úgy szintén elkezdem készíteni 6 darab láncemet felfelé, 2, 3, 4, 5, 6, majd jön egy 3 ráhajtásos pálca ugyanebbe a lukba. 1, 2, 3, de nem fejezem be. Megint jön egy 3 ráhajtásos, ugyanebbe a lukba, de nem fejezem be. 2, 3. És a mellette lévőben megint 2 darab, 3 ráhajtásos pálca a mellette lévő láncszembe. Viszont nem fejezem be. Ide ugyanebben a lukba még egy. 1, 2, 3. És most fejezem be. Az 5 darab láncszemet húzom egybe, majd jön 6 láncem fölfelé. 2, 3, 4, 5, 6. És úgy szintén nem az első láncszembe, hanem a mellette lévő láncszembe fogom egy úszószemmel lehurkolni. Így. Megyek mellé 2 darab húzószemet, de az egyiket, mellé a másikat, és megint emelek felfelé 6 darab láncszemet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, majd jön egy 3 ráhajtásos pálca ugyanabba a lukba, még egy 3 ráhajtásos ugyanabba a lukba, és a mellette lévő lukba úgy szintén 2 darab 3 ráhajtásos. 1, 2, 3, és még egy. 1, 2, 3, összekapcsolom azt az 5-öt, és 6 darab láncem. 2, 4, 5, 6, és ide bejövök a mellette lévőbe. És utána pedig egy kúszószemmel zárom az utána lévő láncszembe. Így húzok fölfelé egy láncszemet, és elvágom. Ezután még nincs vége, mert ezt ugye el kell nekem dolgozni. Most itt nagyon fontos, hogy újra ráhúzzunk erre, hogy teljesen bezáródjon a kör itt középen.
Majd ezt a láncszemet, ezt bevezetem ide hátra, ehhez a láncszemhez. Csak mivel, hogy nagyon-nagyon erősen behúztuk, ezt érdemes igazából lehet előtte csinálni. Lehúzom ide. Azért kell kifelé húzni, majd mindjárt mutatom, mert hogy most ezek ugye most így állnak lefelé. Ezt kifordítjuk, hogy ez úgymond a szép fele legyen kifelé, és leforgatjuk az ujjunkon. Így lepörgetjük, lefelé pörgetjük. Így, ezt is. És miután itt kötöttünk alul egy csomót, utána vissza kell húzni a lukon mind a kettőt. Kötünk egy csomót. Egy. Kettő. Így, és most visszahúzom ezen a lukon őket, hogy kifelé legyenek, mert ugye majd amikor bedrótozzuk, akkor ezt a dróttal együtt le fogjuk tudni fedni ezzel a szalaggal. És akkor eltűnik az a szalag. Na, és ez a fonál. Kifordítjuk újra vissza, és ha megnézitek, akkor mindjárt mutatom, hogy a kis virágunk így fog bezáródni, és így tökéletes nyitott kisvirág lesz, és ennek majd ugye van egy ugyanilyen kisebb részből álló zöld pereme, amit ide teljesen rá fogunk majd tenni. Most pedig megcsináljuk a közép részét a virágnak, az pedig így fog kinézni. Varázsgyűrűvel fogunk kezdeni, a varázsgyűrűbe pedig készítünk 15 darab láncszemet. Egy, ez volt az első, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. És innentől kezdve az első szemet nem nézzük, a második szembe visszafelé rövid pálcákat készítünk minden egyes láncszembe. Összesen 14 darabot. Ha ez megvan, utána a varázsgyűrűbe készítünk egy rövid pálcát ide lentre. Ebből jön ki a következő szál, 15 darab láncszem. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Majd visszafelé úgy szintén megint készítünk 14 darab rövid pálcát. Minden szálba egy darab rövid pálca. Így. És megint lehúrkolok. A varázsgyűrűvel eddig még ugye nem húztam össze, most egy picit lehet rajta közelebb húzni, de nem kell teljesen. Megint 15 darab láncszem. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. És visszafelé megint 14 darab rövid pálca. Ez lesz az utolsó kis lábacska. És utána kezdjük kialakítani a szirmokat. Négy, öt,
10, 11, 12, 13 és 14. Jó, és most pedig lehurkolok egy utolsót a varázskörbe. Ezután ezt összehúzom, teljesen megpróbálom nullára, így, és összekapcsolom innen a kezdeti ponttól egy kúszószemmel. Így. Ide teszek egy darab láncszemet. Ez olyan, mintha ebbe az első szembe készítettem volna egy rövid pálcát. És innentől kezdve kezdjük a mintát. Egy pillanatot keresem. Oké. Elsőbe ugye egy darab rövid pálca, a következőbe kettő darab fél pálca. Ugye itt megint csak az a lényege, hogy nem az egészbe, hanem csak a félbe. Ide a félbe kell szúrni. Ami néha nehézkes, főleg így a kezdet-kezdetén. Jó. Egy fél pálca, a következőbe úgy szintén egy fél pálca. Majd jön kettő darab egyreállításos pálca. Következő kettőbe. Egy. És a következőbe megint egy. Kettő. Ezután jön öt darab kétrehajtásos pálca. Egy. Kettő. Három. Négy. És öt. Utána jön megint kettő darab egyrehajtásos pálca. Egy fél pálca. És az utolsóba egy darab rövid pálca. Ezután megint megkeressük ezt a külső kis peremet, itt ugye, amivel indultunk, itt fönt. Azt igazából mindegy, melyik irányból hurkoljátok be. Én azért szoktam így oldalról, mert könnyebben tudok belecsúszni. De ezt így megkeressük, és utána ezt a kettőt összehúzom. Ide emelek felfelé egy láncszemet. Most ugyanezt a folyamatot meg fogom ismételni a másik oldalon. Ami azt jelenti, hogy először egy rövid pálca, majd egy fél pálca, aztán jön kettő darab egyrehajtásos pálca, majd jön öt darab kétrehajtásos pálca, kettő, három, négy és öt. Majd megint jön kettő darab egyreállításos pálca. Kettő. Kettő darab fél pálca. És az utolsó szembe mutatom, ide az utolsó szembe egy, jaj, megint homályos. Az utolsó szembe pedig egy rövid pálca. Leértünk a középrészre, de itt ugye van még nekünk egy láncszemünk a kettő között. Oda teszünk egy sima
rövid pálcát. Így. Ezután kezdődik minden előről. Egy rövid pálca, és megint ugye csak a félbe, mert a másik felére már rövid pálcákat készítettünk. Egy rövid pálca, kettő fél pálca, egy, kettő, kettő egyreállításos pálca, egy, kettő, három, öt darab két rajtásos pálca, egy, kettő, három, négy, öt, kettő darab egyrehajtásos pálca, kettő darab egy fél pálca. Ez itt már nagyon bent lesz a tőnél, szinte nem is fogjátok látni, de itt van még, nem tudom mennyire látszik, egy fél pálca, és itt a leges, legmagasabb tövénél, itt van a rövid pálca. És akkor megint utána összekapcsoljuk ugye a tetejét, és emelünk fel egyet. Így, és innentől kezdve igazából ugyanez, ugyanez fog történni, oda-vissza, oda-vissza. Végig csinálom még ezt a három oldalt, és utána visszajövök. Hogyha esetleg eltévesztenétek a sorrendet, és nem tudnátok, hogy van, akkor nyugodtan tekerjetek vissza arra a részre, ahol ezt kezdtem el, hogy teljesen ugyanúgy indul innen a sarokból, majd visszafelé sarokból, és visszafelé ez ismétlődik körbe-körbe-körbe. Miután elkészült a teljes három szírom, ezután beillesszük a drótot ismét. A drótot ide fogjuk tenni a tőhöz, úgyhogy a tű és a fonál közé essen rögtön. És innentől kezdve minden egyes láncembe készítünk egy darab rövid pálcát. És a rövid pálcák között végig fogjuk vezetni a drót ezt a drótszálat. És ez a drótszál fogja nekünk megadni a teljes mintának a formáját, vagyis ennek a kis háromágú levélnek majd a formáját. Szóval semmi egyebet nem fogunk tenni, egyszerűen körkörösen körbe horgoljuk minden egyes szálba egy rövid pálcát. Ezzel megcsinálom, és utána jövök vissza. Elkészült a kisvirág, és a kisvirágnak, mint mondtam, kell csinálni egy ilyen zöld takarót, amivel lényegében a virág így összetartja az egészet. Most készítsük el ezt. Lényegében ugyanaz lesz a menet, mint a virágnál, annyi különbséggel, hogy három darab láncszemmel fogunk dolgozni. Szóval először is készítünk egy varázsgyűrűt, majd 9 darab rövid pálcát teszünk bele. Ezt összehúzzuk, és összekapcsoljuk az elejét a hátuljával. Így. És itt utána emelünk felfelé 3 darab láncszemet. 1, 2, 3. Ugyanebbe a láncszembe készítünk 2 ráhajtásos pálcát. 1, 2, és marad.
megint két ráhajtásos, ugyanabban a lukba. Na, mindig kicsúszik. És marad. És a mellette lévőben, ugye látjátok, itt volt a kezdőszem, és rögtön ide az elsőbe oda raktam a kettő darab két ráhajtásost. Most a mellette lévő láncszembe, a mellette lévőbe, oda ismét jön kettő darab két ráhajtásos. Egy, és kettő. Jó, most ezt az ötöt fogom és összekapcsolom. Majd jön megint három darab láncszem, egy, kettő, három, és ide, nem az elsőbe, nem az első láncszembe, hanem a mellette lévő láncszembe fogom lehurkolni, hogy úgymond egy ilyen visszahurkolást csináljon, amitől lesz olyan formája, amilyen nekünk kelleni fog. Jó? Közvetlenül a tőbe, ugye ide, a mellette lévőbe jön egy kúszószem, majd a mellette lévőbe ismét egy kúszószem, és emelek felfelé három darab láncszemet. Ugyanebbe a láncszembe jön kettő darab két ráhajtásos pálca még, amit nem fejezek be. És a mellette lévőbe ismét kettő darab két ráhajtásos, amit nem fejezek be. Egy, és még egy. És összekapcsolom ezt az ötöt. Majd jön öt darab láncem. Egy, kettő, vagy három darab láncem, bocsánat. Három darab láncem, és megint ide a hátsó szembe fogom ezt lehurkolni. Jó szorosan le lehet húzni, így. Közvetlenül a tőbe jön egy darab kúszószem, és a mellette lévőbe ismét egy darab kúszószem. És emelünk felfelé három darab láncszemet, majd jön mellé két darab, vagyis hát ugyanabba a szembe, kettő darab két ráhajtásos pálca, amit nem fejezünk be. Így, és a mellette lévő láncszembe ismét kettő darab két ráhajtásos pálca. Így. És jön három darab láncem, és megint lehurkolom ide a hátsóba. Jó. És ezután megfordítom, így, és ide fogok egy hurkot csinálni. Ezt fölhúzom és elvágom. És most pedig csak mutatok, hogy hogyan lehet ezt összekapcsolni, ezt a kettőt, mert igazából ezt én már előkészítettem. Egy picike gyöngyöt ráhúzok egy drótra. Így. Lényegében ennyi. És utána megfogom ezt a fehéret, ami már ugye elő van készítve, kihajtom, a szép fele legyen mindenképp kívül. És úgy fogom csinálni, ez a kiálló szálakat, azokat visszahúzom. A zöldben is ugyanezt meg kell csinálni. Ott is az a lényeg, hogy a szép fele legyen kívül. Így, mindent meg kell csinálni. Jó. Beledugom itt, áthúzom őket túloldalra. Jó, és ezzel most igazából ezekkel a szálakkal nem foglalkozok, mert utána a takaró szalag alá el fog tűnni. Szóval nem fog látszódni belőle semmi, nem fog tudni kicsúszni semmi. Ha nem megy kézzel, akkor nyugodtan be lehet dugni alá egy horgolótűt, és azzal nagyon jól meg lehet formálni, mert annyira erőszakosan visszafelé tolja magát, hogy nem mindig sikerül nekem se simán naturkézzel. Na így, hogyha meg vagyok ezzel, na, és már megint visszafordul. Semmi gond, majd amikor be lesz rakva a drót, akkor ez meg fog változni, ez ugyanúgy az ott fog maradni, ahol kell neki. Így. Most pedig fogom ezt a drótos kis pálcát, és beledugom ide középre. Ez nem fog látszódni, ez csak azért kell, hogy megtartsa a formát. Így. Látjátok, ilyen szép. És igazándiból nem látszik belőle semmi. És ezután
a zöldön is áthúzom. Ezt is ugyanúgy bele a lukba. Jó. Próbáljátok úgy formálni, hogy a szirmok, ja igen, és ezt a fehéret, ezt pedig a horgolótű segítségével még át kell húzni. Jó, és most teljesen lehúzzuk a drótot. Ezeket próbáljuk odafordítsátok, ahol a szirom van. Mindegyik ugyanazon a száron álljon. Vagy ahogy nektek, ha nektek úgy szebb, hogy a köztes részbe esik, úgyis teljesen jó. Én azért fordítottam oda, mert úgy olyan jobb hatás nálam, de teljesen lényegtelen, hogy hova fordítjátok. És ezután jön egy kis darab takarószál, vagyis hát ez a zöld színű szalag, és egyszerűen a lényeg az, hogy először normálba rátekeritek így, utána egy picit fölfelé húzva, hogy szorosan ott maradjon a tőnél, elindítom fölfelé, így egészen a tőhöz feljövök, elvékonyítom, és utána elindulok vele lefelé. Így tuti biztosan ott fog maradni, ahol kell neki, és össze fognak tapadni. És utána egyszerűen csak betekerem jó-jó szorosan, még esetleg a dróton lehet fölfelé húzni ezt a szalagot. A lényeg az, hogy amikor tekeritek végig, a legvége szár, itt ez a rész, ne legyen ki, mert akkor visszacsúszhat az egész. Próbáljátok meg ezt így letakarni, és még visszahajtva még egyszer körbe menni. Akkor tuti nem fog kicsúszni. Nem tud kicsúszni. Így. Ezután úgy is el fog tűnni, mert utána ugye rámegy majd a nagy szárra. Jó, igazából ennyi a kis virág, és akkor most jöjjön a bogyó része, ez a része, ami ugye azért kell, hogy ezt eredményezi az, hogy ebből alakul ki a kis virág, ebből indul az egész. Ennek nagyon egyszerű a menete, 6 darab rövid pálcával indítunk. Van kis golyó, és van nagy golyó. A nagy golyónál, majd megcsináljuk most a nagyot, és utána elmondom, hogy hogy van a kicsi, ugyanaz lényegében, csak annyi, hogy 2 láncszemmel kevesebb van benne. Szóval 2, 3, 4, 5 és 6. Ezeket összekapcsolom az elejét a hátuljával. Nem mindig sikerül elsőre. Most, oké. Így. És utána minden egyes szembe duplát fogok rakni. Az azt jelenti, hogy 12 darab rövid pálcánk lesz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 és 12. Összekapcsolom itt megint, ugye folytatólagosan ide berakom a jelölőt. Mert innentől kezdve 2 sort kell készítenem 12 rövid pálcával. Most mit csináltam? Még egyszer. És ide rakom a jelölőt. Jó, és mehetünk tovább. És innentől kezdve 2 sor ugyanide kell visszajönnöm. Ez lesz az első sor. 12 rövid pálca. Ezeket nem kell kitömni. Formailag fel fogják venni ezt a kerek formát, és nagyon jól mutatnak a szár végén.
És mehetünk tovább a következő sorba. Jó, és most pedig jöjjön a zárósor. Minden egyes szembe, mármint fogyasztunk, 6 darab fogyasztást fogunk csinálni. Első kettő fogyaszt, második kettő fogyaszt, következő kettő fogyaszt, jó. Következő kettő is fogyaszt. És nagyon fontos, hogy ennél mindjárt mondok valami lényegeset, ha a végére értem, egy pillanat, csak már nem akarok belezavarodni, és jön az utolsó fogyasztás. Egy, kettő, így. Egyetlen egy darab ilyen bibét, vagy minek nevezem, és bogyót, csináljátok meg úgy, hogy 6 darab fogyasztással. A többinél viszont be lehet zárni a lukat. Ezt mindjárt elmondom, miért lényeges. Én most ezt úgy csinálom, hogy ennél a 6 darab fogyasztás marad a vége, de csinálhatjátok mindent így is. A normál esetben én azt csináltam, hogy csináltam ide még egy fogyasztást, és utána pedig az elejét és a hátulját így összekapcsoltam, és ebbe a két lukba fűztem át a drótot, és oda akasztottam be. De kell nekünk egy kezdő bibe, vagy kezdő ilyen kis bogyó, és mindjárt mondom miért, csak vissza kéne jutnom, így. Szóval, ezt itt most én lezárom. És ezzel lényegében elkészült ez a kis bogyó. Ezt a vezető szálat, ezt ki kell húzni itt középen. Ezt el kell tüntetni, hogy ez ne legyen. Na, és ezután mindjárt mutatom. Én úgy csináltam meg, mint látható, itt vettem egy szál drótot. Próbáljátok meg azért úgy csinálni, hogy a drótoknak a hossza nagyjából egyforma legyen, hogy amikor rátesszük a virágra, akkor azért próbáljunk meg körülbelül egyforma szárú bogyókat, virágokat alkotni. Ez így elég fontos. Szóval, miután összekapcsoltam az elejét a hátuljával, jól látszik, hogy a drótot átfűztem itt, és a túloldalon itt, a tövénél jó szorosan összenyomtam, csavartam, majd utána rátettem ezt a szártakaró szalagot. És mindegyik, a kicsi bogyót is, a nagy bogyót is ezzel csináltam meg. A kicsi bogyónál annyit változtattam, hogy ugyanúgy kezdtem, mint az előzőnél, 6 darab rövid pálca, viszont a szaporításnál nem mindegyikbe szaporítottam, hanem minden másodikba. Szóval egy sima, egy szaporítás, egy sima, egy szaporítás, majd úgy szintén két sor, és a végén pedig teljes nulla fogyasztás, és attól lett ennyivel kisebb, nem sokkal, látjátok, csak egy minimálisan lett kisebb a bogyó. És amiért lényeges volt, hogy ez így megmaradjon, mert a nagyobb, hosszabb drót, amit mondtam, hogy 3 vastagságú drótot használtam fel, az egyik az egy ilyen ennyire vékony drótszerűség, elég vékony, és a másik pedig ez, amit pedig a bibéhez használtam fel, hogy jól alakítható legyen, de már is mutatom. Szóval a legvastagabb drót lesz a vezetőszár. Ezen fogjuk végigvezetni a teljes virágot. Ezt a drótrészt, a legvégét, ezt beledugom ide. Így. Ez fogja lényegében nekem az alapot elindítani. És itt megint csak az a helyzet, hogy fogok egy kis darab takarószál ragasztót, és elindítom ugyanúgy, ahogy az előbb mutattam a kis virágnál,
hogy egyszerűen fölmegyek ide, egészen a tőig, és utána elkezdem, ugye itt fontos, hogy ezek a cérnaszálak, ezek fogják lényegében a száron tartani ezt a virágot, vagy ezt a kis bibét, úgyhogy ez nagyon fontos, hogy ezek a cérnaszálak azok ott legyenek. Tekerek rajta egy, kettőt, hármat itt a tőnél, hogy ez ne tudjon elmozdulni, és utána egyszerűen elkezdem lefelé dolgozni ezt a szártakarót. Fontos, hogy picit húzzatok rá, mert akkor fog igazán ragadni. Így. És amikor így végig húztam ezen, picit megrántom. Szinte majdnem, hogy nem elvilágosodik ez a ragasztó, akkor ragad a legjobban. Akkor lehet majd látni, hogy ez volt a kezdő szár, és innentől kezdve fognak majd jönni a többi, amit ugye tovább fogunk tudni rá aggatni. Kicsit lejjebb, kicsit feljebb, kinek hogy tetszik. És akkor utána megyünk tovább, és csináljuk a többit. Készítsük el a bibét, ami így fog kinézni. De természetesen ezeket a szálakat el fogjuk dolgozni. Fehérrel fogunk kezdeni, ezt csinálhatjátok középen citromsárgával is, ki milyen színű virágot választott az orchideájának, ez teljesen tőletek függ. 11 darab láncszemmel fogunk kezdeni, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, majd a mellette lévő második szemtől elkezdünk rövid pálcákkal visszafelé horgolni. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Miután ez a 10 szem megvan, csinálok egy emelést, kihúzom, és ezzel el is vágom, mert hogy a fehérre tovább nem lesz szükségünk. Megvan a bibének a közepe, és most pedig a kiválasztott szín, amilyennel szeretnétek a szélét csinálni. Én azért választottam sötét rózsaszínt, mert nálam az alap az eléggé rózsaszínre épülő, és szerettem volna, hogy kontrasztban legyen, ezért az én rózsaszínemnek egy sötétített változatát választottam ki. Teszek egy hurkot a tűre, és ezen a kis picike darabon megkeresem a negyedik láncszemet. 1, 2, 3, 4. Ide a negyedik láncszembe belehurkolok, majd elkezdek 5 darab láncszemet felfelé emelni. 1, 2, 3, 4, 5. 3 ráhajtásos pálcákat fogok készíteni, ugyanebbe a lukba még 4 darabot, amit nem fejezek be. Ez eléggé gyakori az egész munkafolyamaton, ez a 3 ráhajtásos és nem fejezem be dolog, meg a 2 ráhajtásos, ez sokszor előfordul. Ez a harmadik, jön a negyedik, és végül az ötödik. Összekapcsolom, és 5 darab láncszemet készítek, 1, 2, 3, 4, 5, majd lehurkolok ugyanide a tőbe. Ez lesz a befejező láncszem. Oké. Meg vagyok ezzel felével, most megfogom itt hátul ezt a kis darabkát, mert ezt most én el fogom rögtön dolgozni, hogy ne legyen ez itt már kint. Ennyivel is kevesebb szállal kell majd szenvedni az eldolgozásnál. Rögtön a következő szembe, emellett a, nem is tudom, szirom melletti résznél, rövid pálcát fogunk készíteni, egyet, a következőben még egyet. Aztán jön 2 darab fél pálca, egyet, és a következőben még egyet. Majd jön 2 darab egy ráhajtásos pálca, egyet, és még egyet. És ezután, jaj, még egyet. Ezután fordulok,
ami azt jelenti, hogy itt fönn a sarokban lévő kis csücsök részbe ide fogom készíteni az első egyrajtásos pálcát, le fogom ezeket a szálakat, ide készítek egy darab egyrajtásos pálcát. És utána rögtön nem ide az elsőbe, hanem a mellette lévő láncszembe, ebbe a másodikba, oda készítem a következő egyrajtásos, mindjárt elmondom miért. A bibénél nagyon fontos, hogyha elkészül, már alapjáraton önmagától felfelé áll. És ez a felfelé állás ez azért alakul ki, mert nem hagyok neki teret, hogy kifeszüljön, hogy kilapuljon. Itt ezt a részt ugye nem dolgozom ki. Normál esetben ide mindig vagy három darabot, vagy mindkét sarokba készítünk szaporítást. Most ennél nincs szaporítás, emiatt ez a bibe teljesen magától fölfelé fog állni. És hogy meglegyen mindkét oldalon az egyforma darabszám, és ugyanide jöjjön ki a másik szirom is, ezért a sarokba teszem az elsőt, de az még nem az első láncszemem. Az csak egy ilyen pont, ahonnan elindulok. És ezért a második szembe teszem a következő egyrajtásost, hogy ugyanoda érkezzek vissza. Most jön kettő darab félpálca a következő két láncszembe. Arra figyeljetek, hogy mivel ezek egy ilyen húzott láncszemek, eléggé el fognak állni, de majd a végén vissza fog húzódni teljesen a helyére, amikor beteszitek a drótot. Kettő, mutatom, erre gondolok. Eléggé eláll a tőtől, de látható, most ebben még nincs is drót, és már visszaáll teljesen a helyére. Vissza fog állni, nem kell ezen aggódni. És utána jön kettő darab rövid pálca. Egy, és kettő. És látjátok, visszaértem oda, ahonnan nekem a negyedik ide, pont mellette lévő, vagy a szembe lévő helyre, ahol beteszek egy kúszószemet először is, mert innen fogok kiindulni, hogy ne magasodjon föl túl hamar, ezért kúszószemmel indítok. Jön öt darab láncem, és jönnek a három ráhajtásosok, megint négy darab. Egy, de nem fejezem be. Kettő, de nem fejezem be. Három, és végül a negyedik. Négy. Összekapcsolom, és jön öt darab láncem. És ezt is ide lentre kapcsolom. Jó, és ezután ezt el kell vágni, és ezt is ugye majd el kell dolgozni. Nem kell megijedni itt, nálam is elég nagy a luk, látható. De semmi probléma, ugyanis a drótot, mindjárt mutatom, ha a drótot beletesszük, ez ide vissza fog szépen állni a helyére. Most jöjjön a drótozás. A drótozáshoz kell nekem körülbelül egy olyan jó 20-30 cm hosszúságú cérnaszál vékony drót. Ez tényleg fontos, hogy cérnaszál vékony legyen, mert ehhez... Ez a vastagság is jó bele, viszont nagyon mereven tartja. Ezt, mint láthatjátok, ez a cérnaszál pedig azért jó, mert tényleg annyira ruganyos, hogy nagyon könnyű vele dolgozni. Szóval én ezt a cérnaszálat négyszeresére veszem, és még így, hogy négyszeresére veszem, még így is könnyű vele dolgozni. És így körülbelül kialakul egy olyan 10 cm magasság körülbelül. Jó, és ezt most behajtom már a formára, így fog kialakulni, ide fogjuk berakni ebbe a formába. Még lehet, hogy picit rövidet is csináltam, úgyhogy akkor csak marad a dupla hajtás, nem lesz tripla hajtás. Így marad duplába, így már elegendő, igen. Ezután fogom a horgolótűt, megfordítom, hogy a hátulja legyen felém, és elkezdem, így, másik irányból, elkezdem a horgolótűt fölle vezetéssel áthúzni. 1, 2, 3, 4, kijövök ide a végére, és elkapom az egyik végét, és egyszerűen áthúzom a lukakon. Fontos, hogy hátulról csináljátok, mert nem szabad, hogy elől kilátszódjon. Na, nem jön, akkor megtuszkoljuk, így.
Beleakadt a fonálba. Oké. Na gyere. Gyere. No. Jó, most jön. Oké. Megvan az egyik vége, és ezt visszadugom itt a, ennél a nagy sziromnál kell, hogy mindenképp, hogy visszamenjen. Oké. Most megyek ugyanerre a másik felére, úgy szintén nekem háttal csinálom, a nagy lukba kezdem. Le, föl, le, föl, le. Na. Minden lukon menjen át, de leföl mozdulatokkal. Oké, és az utolsó lukon pedig kivezetem. Megint jön a másik oldal, ezt is beakasztom, és egyszerűen áthúzom a lukakon. Nem fog menni egyszerűen, de ha ilyen cérnaszál vékony drottal csináljátok, akkor menni fog. Egyik, másik. Oké. És mutatom, hogy mi fontos még ennél a bibénél, hogy hogy helyezzétek el. Szóval megvan a drótozás. Most ez így ott látható, hogy benne van a drót, de az ott úgysem fog később látszódni, mert az így összenyomódik. És ezután, amikor itt vagytok a bibénél, akkor ennél, mert csak rosszul csináltam, itt át kell húzni ezen a lukon, mert így tudom visszarakni. Szóval mind a két lukon fölül legyen a legvége. Ez itt fölül jöjjön ki. Így. Hogy a bibének a felső részéhez ide tudjátok ezt rakni. Így. Így lehet visszahúzni, látjátok? Teljesen le fogja húzni a szárakat, amit ott kitágul. Így mindkét oldalt ide hátra elvezetem. Mind a kettőt, így, és utána ezzel az egy szállal együtt, amit itt nem dolgoztam el, hogy ez így hátra menjen, ezzel az egy szállal együtt elkezdem összetekerni. Lényegében ugyanúgy tekergetem, mint a többit, és utána erre is kell rakni zöld szártakarót, mert különben nem fogjátok tudni áttolni a virágnak a belsejében. Jó. És ahogy láthatjátok, így a bibét teljesen fölfelé lehet állítani, ahogy a virágnál is van. Oké. És most jöjjön a szártakaró. És a szártakarót egyszerűen, de abból a lényeg, hogy ne rakjatok sokat, ezt nem szabad túlságosan elvastagítani, mert tényleg nem fog átmenni a lukon. Inkább ezt ilyen jó vékonyan húzzátok el, tényleg mint egy minimális picike szárt. Így. És akkor utána, amikor majd elkészül a virágnak ez a része, ezt majd ide belülre be kell rakni. Ezt még előtte bele fogjuk rakni, mielőtt a szirmokat is felrakjuk, és mindent egybe összesítünk. Jó, na, ebben a részben, ebben a videóban elkészültünk minden egyes alkatrésszel, ami kelleni fog nekünk ahhoz, hogy egy orchideát össze tudjunk állítani, és egy komplexumot tudjunk belőle csinálni. Megvannak a levelek, kicsi és nagy levél, megvannak az oldalt levelek, megvan a középrész, megvan a bibéje, és megvannak a kezdeti pontok, ugye a bimbó és a félig kinyílt virág. Következő videóban pedig meg fogom mutatni, hogy hogyan tudjátok egy teljes virágszárá összealakítani ezeket. Gyártsatok belőle jó sokat. Én a nagyszárhoz tettem 5 darabot a nagy fejből, 3 fehéret, 2 rózsaszínt, így mutatom, próbálom így. 3 fehéret és 2 rózsaszínt, és a bibéket a végére, majd itt fönt ezeket a részeket, ugye a tetejére, és innen indult ki a szár, és majd ez fog belemenni a vázába, és ez a másik pedig úgy szintén ugyanezzel a kombóval lesz, csak annak rózsaszín lesz a teteje, fehér az alja,
3 darab rózsaszín és 2 darab fehér az alján, és fehér virágok lesznek a tetején. Ez így azért gondolom, hogy így szép, mert ugye rózsaszín, az pedig fehér rózsaszín, fehér lesz. Köszönöm, hogy velem tartottatok, remélem, hogy tetszett ez a videó, és hogy velem tartotok az összeállításhoz is. Hogyha úgy gondolod, hogy tetszett, kérlek nyomj egy lájkot, egy megosztást, hogy máshoz is eljusson, biztos sokan szeretnék ezt a virágot elkészíteni, és készítsük el együtt a többit is. Köszönöm, hogy itt voltatok, további jó alkotást kívánok nektek, szép napot, sziasztok! Ez a vastagság is jó bele, viszont nagyon mereven tartja. Ezt, mint láthatjátok, ez a cérnaszál pedig azért jó, mert tényleg annyira ruganyos, hogy nagyon könnyű vele dolgozni. Szóval én ezt a cérnaszálat 4-szeresére veszem, és még így, hogy 4-szeresére veszem, még így is könnyű vele dolgozni. És így körülbelül kialakul egy olyan 10 cm magasság körülbelül. Jó, és ezt most behajtom már a formára. Így fog kialakulni, ide fogjuk berakni ebbe a formába. Még lehet, hogy picit rövidet is csináltam, úgyhogy akkor csak marad a dupla hajtás, nem lesz tripla hajtás. Így marad duplába, így már elegendő, igen. Ezután fogom a horgolótűt, megfordítom, hogy a hátulja legyen felém, és elkezdem, így, másik irányból, elkezdem a horgolótűt fölle vezetéssel áthúzni. 1, 2, 3, 4, kijövök ide a végére, és elkapom az egyik végét, és egyszerűen áthúzom a lukakon. Fontos, hogy hátulról csináljátok, mert nem szabad, hogy elől kilátszódjon. Na, nem jön, akkor megtuszkoljuk, így, beleakadt a fonálba. Oké, na gyere, gyere. Jó, most jön. Oké. Megvan az egyik vége, és ezt visszadugom itt a, ennél a nagy sziromnál kell, hogy mindenképp, hogy visszamenjen. Oké. Most megyek ugyanerre a másik felére, úgy szintén nekem háttal csinálom, a nagy lukba kezdem. Le, föl, le, föl, le. Minden lukon menjen át, de leföl mozdulatokkal. Oké, és az utolsó lukon pedig kivezetem. Megint jön a másik oldal, ezt is beakasztom, és egyszerűen áthúzom a lukakon. Nem fog menni egyszerűen, de ha ilyen cérnaszál vékony drottal csináljátok, akkor menni fog. Egyik, másik. Oké. És mutatom, hogy mi fontos még ennél a bibénél, hogy hogy helyezzétek el. Szóval megvan a drótozás, most ez így ott látható, hogy benne van a drót, de az ott úgysem fog később látszódni, mert az így összenyomódik. És ezután, amikor itt vagytok a bibénél, akkor ennél, nem csak rosszul csináltam, itt át kell húzni ezen a lukon, mert így tudom visszarakni. Szóval mind a két lukon fölül legyen a legvége. Ez itt fölül jöjjön ki. Így. Hogy a bibének a felső részéhez ide tudjátok ezt rakni. Így. Így lehet visszahúzni, látjátok? Teljesen le fogja húzni a szárakat, amit ott kitágul. Így mindkét oldalt ide hátra elvezetem. Mind a kettőt. Így. És utána ezzel az egy szállal együtt, amit itt nem dolgoztam el, hogy ez így hátra menjen, ezzel az egy szállal együtt elkezdem összetekerni. Lényegében ugyanúgy tekergetem, mint a többit, és utána erre is kell rakni zöld szártakarót, mert különben nem fogjátok tudni áttolni a virágnak a belsejében. Jó, és ahogy láthatjátok, így a bibét teljesen fölfelé lehet állítani, ahogy a virágnál is van. Oké, és most jöjjön a szártakaró. És
és a szártakarót egyszerűen. De abból a lényeg, hogy ne rakjatok sokat, ezt nem szabad túlságosan elvastagítani, mert tényleg nem fog átmenni a lukon. Inkább ezt ilyen jó vékonyan húzzátok el, tényleg mint egy minimális picike szárt. Így. És akkor utána, amikor majd elkészül a virágnak ez a része, ezt majd ide belülre be kell rakni. Ezt még előtte bele fogjuk rakni, mielőtt a szirmokat is felrakjuk, és mindent egybe összesítünk. Jó, na, ebben a részben, ebben a videóban elkészültünk minden egyes alkatrésszel, ami kelleni fog nekünk ahhoz, hogy egy orchideát össze tudjunk állítani, és egy komplexumot tudjunk belőle csinálni. Megvannak a levelek, kicsi és nagy levél, megvannak az oldalt levelek, megvan a középrész, megvan a bibéje, és megvannak a kezdeti pontok, ugye a bimbó és a félig kinyílt virág. A következő videóban pedig meg fogom mutatni, hogy hogyan tudjátok egy teljes virágszárá összealakítani ezeket. Gyártsatok belőle jó sokat. Én a nagyszárhoz tettem 5 darabot a nagy fejből, 3 fehéret, 2 rózsaszínt, így mutatom, próbálom így. 3 fehéret és 2 rózsaszínt, és a bibéket a végére, majd itt fönt ezeket a részeket, ugye a tetejére, és innen indult ki a szár, és majd ez fog belemenni a vázába, és ez a másik pedig úgy szintén ugyanezzel a kombóval lesz, csak annak rózsaszín lesz a teteje, fehér az alja, 3 darab rózsaszín és 2 darab fehér az alján, és fehér virágok lesznek a tetején. Ez így azért gondolom, hogy így szép, mert ugye rózsaszín, az pedig fehér rózsaszín, fehér lesz. Köszönöm, hogy velem tartottatok, remélem, hogy tetszett ez a videó, és hogy velem tartotok az összeállításhoz is. Hogyha úgy gondolod, hogy tetszett, kérlek nyomj egy lájkot, egy megosztást, hogy máshoz is eljusson, biztos sokan szeretnék ezt a virágot elkészíteni, és készítsük el együtt a többit is. Köszönöm, hogy itt voltatok, további jó alkotást kívánok nektek, szép napot, sziasztok!